A Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ udvarában a fiatalok különböző szimulátorokat próbálhattak ki, a frontális ütközés és felfordulás pillanatát is átélhették. A végzős középiskolások közül már sokan rendelkeznek vezetői engedéllyel. Igyekszek a lehető legbiztonságosabban közlekedni, ahogy amennyire csak bírok, viszont sokszor tapasztalom azt, hogy vannak, akik felelőtlenül hajtanak veszélyesen. A kampányban az alkohol és a drogok használata ellen is felléptek, hiszen ezek hatás alatt ülni a volán mögé fokozottan veszélyes. A háttérben látható szimulátorok is elrettentő példaként próbálnak szolgálni. Az egyik szimulátor az a felfordulás, tehát az autónak a pörgését próbálja szimulálni, hogy érezzék a gyerekek, hogy mennyire fontos a biztonsági övnek a használata, hogy mennyit jelent, mennyire megfogja őket az autó pörgésekor, a másik pedig egy frontális ütközésnek a szimulálása. A biztonsági öv használata is elengedhetetlen része a biztonságos közlekedésnek. A statisztikák szerint 2021-ben 67 ember halt meg közlekedési balesetben Szerbiában, akik nem használták a biztonsági övet. Svako peto lice od ukupnog broja poginulih lica na putevima Republike Srbije je mlado lice. To su jako loše statistike, jako statistika je loša. Međutim, šta bismo mogli da uradimo? Mi smo tu prvenstveno zbog prevencije, policija vrši represiju. To je neka kombinacija koja svuda u svijetu daje dobre rezultate. Az elmúlt időszakban több halálos kimenetelű baleset is történt Magyarkanizsa községben. Ez a mostani akció jó alkalom arra, hogy a fiatalok kicsit beleláthassanak abba, hogy milyen szituációkba keveredhetnek, ha gondatlanul vezetnek.